színház az olyan művészet, ami gyűjtő művészetnek lehet mondani. Van benne egy kicsi irodalom, hiszen beszélnek a színészek, van benne egy kicsi zene, néha a mai délutáni előadáson például ez egy zenés énekes előadás, élő zenével ráadásul van zeneművészet, van táncművészet, jó, ha látvány is van, tehát egy kicsit a képzőművészet is benne van, de legfőképpen az ember van benne, és azt hiszem, hogy hármunkat ez a dolog köt igazából össze, hogy az ifjú emberekért érzett felelősség, és ez nem plakát és brosúra szöveg, amit mondok, egyikünk sem azért csinálja, mert ez olyan egyszerű, mert nem lehetne könnyebben is élni az életet, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy emberként másik ember iránt felelősségünkkel tartozunk. Mi megpróbáljuk a színpadi művészet lehetőségével kinyitni azt a negyedik falat, ami a színpad és a közönség között van, és lefele nyújtani egy baráti kezet, küldeni felétek érzéseket és gondolatokat, és azt hiszem, hogy az együtt az eltűnt gyermekekért gondolat, az kicsit, ha kitágítjuk, akkor a kultúrának is megvannak az eltűnt gyermekei, nem csak konkrét értelemben vett családoknak és közösségeknek. Megpróbáljuk emellett a gondolat mellett megszólítani a ti korosztályotokat, és nagyon köszönöm igazgató úrnak, hogy ebben a dologban partner volt, és mindenek előtt Viviennek, hogy egyáltalán eszébe jutott egy ilyen nemes cél. A mi kapcsolatunk ott kezdődött, hogy az együtt az eltűnt gyermekekért akcióban részt vehettünk egy nagy sikerű reklámfilm részeseként. Néhány színművészünk tudott ebben a dologban segíteni, és reméljük, hogy folytatása is lesz ennek a dolognak. Igazgató úrral pedig már régóta találkozunk az ügyben, hogy a fiatalságot megnyerjük a színházi nézők közé. Mi örülünk, hogy erre az alkalomra sor került, és örülünk minden igazi partnernek. Én azt hiszem, hogy abban a világban, amikor a kimondott szónak sajnálatos módon leértékelődik a jelentősége, hiszen rengeteg a füllentés és a célzatos félretájékoztatás, az egész átmediatizált világ erre sajnos nagyon alkalmas, túl azon, hogy persze ezer előnye is van, hiszen rengeteg ismeretet sugároz, de megpróbálunk visszanyúlni ahhoz, hogy mi az igazi ember. Tehát még remélem minden reggel megnézem, hogy nem csipek vannak-e az ideg rostjaim helyén, vagy nem vagyok-e valami hálózatra rákötve, és valamelyik szolgáltató jön be a gondolataimban. De egyelőre még húsvérből vagyok, és ennek az örömét, ennek a szépségét, az összes nehézségeivel és konfliktusaival együtt szeretnénk kifejezni felétek, és ebben nagyszerű partner az iskola, és kiváló partner és nagyon egyedi kezdeményezés az alapítvány. Köszönöm szépen! Igazság szerint maga ez a kezdeményezés, ez pár hónappal ezelőtt ki kellett találni, hogy akkor most mégis mi legyen az alapítvány 2015-16-os tanévre vonatkozó akcióterve, amivel a fiatalokat tudjuk segíteni, illetve egyedülálló és rendhagyó dolog. Emlékszem rá, hogy még amikor középiskolás voltam, és ugye az övegesben jártam, jártunk színházba, elmentünk eseményekre, és ez nagyon olyan pozitív dolgokat adott hozzá az életünkhez, illetve összekovácsolta a fiatalokat, tanárokat, a közösséget, amire még mai napig nagyon jó szívvel emlékezek vissza. És itt jött az ötlet, hogy hát akkor vigyük el a kultúrát a fiatalokhoz, mert sajnos nagyon kevesen tudnak ma eljárni színházba, és kevesen tudnak olyan élményekkel gazdagon hazatérni, amit egy színház nyújthat, illetve hát ki tudja a színház maga ragadni őket egy kicsit abból a világból, amiben mondjuk gondok, problémák otthon, elmegy egy színházi előadásra, megnézés, nyugodtabban, megfontoltabban tudja majd a szülőkkel átbeszélni a problémát, hogyha van. Ezért jött a kezdeményezés, és nagyon örülök neki, hogy a Pannon Várszínházzal egy közös akcióba tudtunk lépni, aminek első tesztalanya az öveges iskola lett,
és természetesen ezt a programot majd szeretnénk közösen tovább folytatni. Úgy gondolom, erről szól ez az egész, hogy megvédjük a fiatalokat, és olyan élményeket adjunk át nekik, amihez lehet, hogy egyébként nem jutnának hozzá. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát különösen büszke vagyok, hogy ma itt lehetek. Vivien a mi iskolánkba járt. Jó magam is tanítottam. Ez ilyenkor mindig megnyugszom, hogy nagyon rossz munkát nem végeztünk, hogyha az első ilyen projektnél az öveges, az Alma Mater jutott eszébe a Viviennek. Nagyon becsülöm azt a munkát, amit végez az alapítványnál. Ezt igyekszünk is a magunk módján támogatni. Most mi kapunk egy kis támogatást. Ezt miért tartom fontosnak? Azért, mert a kultúra egy kicsit eltávolodott az oktatási intézményekből, eltávolodott a gyerekektől. Nem azért, mert ők így akarják, hanem azért, mert az élet ezt hozta, kicsit egy virtuális valóságba élnek. Én bízom benne, hogy ezzel a felajánlással, amit most kaptunk, vissza tudjuk őket, néhányukat hozni ebbe a fajta életbe, ebbe a kultúrába. 10 tanuló van itt velem, akik ma már egy előadást fognak megnézni. Ők este visszamennek 10 különböző szobába, a kollégiumba. Ott el tudják mondani 50 embernek, utána bemennek 5-6 osztályba a sajátjaikba, ott még 200-300 tanulónak ezt el tudják mondani, hogy mit láttak, mit tapasztaltak. Én bízom abba, hogy ez mozgósítja a tanulók egy részét. Hiszem azt is, hogy nem azért nem járnak ma színházba a gyerekek, mert nem akarnak, vagy ez nem jó, hanem azért, mert nem tudják, hogy ez mennyire jó. Itt az alkalom, és én kérem a tanulóimat, ezt mondják majd el a többieknek, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és igazgatóról talán ki tudunk valamit találni, hogy minél több gyereket megmozgassunk az ilyen előadásokra, és még egyszer köszönöm a Viviennek, hogy az iskolára gondolt ebbe a kampányba, és fogjuk támogatni továbbra is a munkáját. Köszönöm. Sinka Vivien vagyok, az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány elnöke. 2011 óta foglalkozunk gyermekek felkutatásával. Először, mint kampány, az Eltűnt Gyermekekért mozgalom működtünk, majd 2013-ban jegyezték be az alapítványunkat Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány néven. Az alapítványunknak a tevékenysége egyébként eléggé összetett, mert mi foglalkozunk a megelőzéssel is, a kereséssel is, valamint az utógondozással is. És honnét jött ez neked ez az ötlet, hogy te ilyen jellegű karitatív dolgokkal szeretnél foglalkozni? Láttam a problémát a közösségi oldalon, a legnagyobb közösségi oldalon, és furcsának tartottam, hogy Magyarországon még nincsen olyan civil szervezet, amely az eltűnt gyerekekkel foglalkozna, holott Amerikában rengeteg ilyen van, és ezért gondoltam, hogy találjunk ki egy olyan oldalt, ami ezeket az eltűnt tinédzsereket összefogja, illetve fel tudjuk oda tölteni. Ugye először, mint mozgalom működtünk, de aztán rá kellett jönnünk, hogy mint civil szervezet jobban elfogadnának minket, és ezért létrehoztuk az alapítványt. És honnét jött az ötlet, hogy a Pannon Várszínházzal együtt indítsatok egy ilyen kampányt? Pannon Várszínház már segített nekünk egy kampányunkba, a Zanzibár és Körmendi Anita Rossz voltam tán című kampányvideónkba a Pannon Várszínház adta a színészeket. Tehát volt már közös együttműködésünk, és úgy gondoltam, ha már az egy gyümölcsöző együttműködés volt, akkor ezt miért ne folytassuk tovább. Nem is akartam egyébként más színházat bevonni, hiszen ha már valami jól működik, akkor miért ne folytassuk tovább. Így igazából leültünk, megbeszéltük a koncepciót, hogy szeretné az alapítvány a fiatalok kulturális támogatását folytatni a 2015-16-os tanévben, és hál' Istennek partnerre találtunk. És mit vársz ettől az együttműködéstől? Szerinted mennyire lesznek folyékonyak erre a fiatalok? Véleményem szerint fogékonyak lesznek, hiszen valaki sajnos, illetve hát úgy fogalmazok, nem mindenki tudja a mai világban, hogy mi az, hogy színház, milyen jó elmenni a színházba a társaimmal, tanáraimmal együtt. Szerintem, véleményem szerint, hogyha a fiataloknak megmutatjuk, hogy ez mennyire jó szórakozás, jobb, mint akár egy mozi néha, vagy csak lófrálni a városba, akkor egyre többen kedvet kapnak, hiszen azok, akik már ültek be színházi előadásra, majd el fogják mondani a társaiknak, hogy mekkora nagy buli volt, és mekkora nagy élmény. És saját meglátásod szerint miben rejlik a színháznak a varázsa? Szerintem a színháznak a varázsa abban rejlik, hogy képes feloldani az emberekben azt a stresszt, ami bennük van. Tehát, hogyha valaki problémákkal, gondokkal telve beül egy előadásra, akkor az előadás alatt szépen ez leoldódik róla, és teljesen másképpen tekint majd az adott problémákra, amit
meg kell, hogy oldjon. És itt szerintem sokkal könnyebben meg tudja oldani, illetve kaphat olyan ötleteket, hogy hogyan álljon a probléma megoldásához. Úgyhogy úgy gondolom feltöltő hatása van a színháznak. És a jövőben van esetleg terved hasonló kreatív, megelőző programok, kampányok létrehozására? Így van, a 2015-ös, 16-os tanévre nekünk már megvan a tervezetünk. Több kisfilmmel, kampányfilmmel, kísérleti videóval fogunk elődrukkolni, valamint így a középiskolások támogatását is, kulturális támogatását is folytatni fogjuk. Tele vagyunk tervel, úgyhogy igazából már csak bele kell vágnunk. Információim szerint Ajkára, a Brody Imre gimnáziumba is el fogtok látogatni, ez igaz? Így van, voltunk már, tartottunk ott előadást, illetve az előadásokat is folytatni fogjuk, az előadások megtartását, valamint az iskolával aláírunk egy együttműködést, tehát a diákok tudnak majd az alapítványunkhoz jönni önkéntesnek. Ez azt jelenti, hogy ez az 50 órás közmunkaprogramot akkor el tudják végezni a te alapítványodban? Így van, így van. És olyan figyelemfelhívó akciókat fogunk majd szervezni, ahol igazából a diákok be tudnak kapcsolódni, ők is jobban megértik a keresést, és miután megértették a keresést, illetve részt vettek már ilyen programokon, örömmel tudják majd a többi diák felé mondani, hogy ha eltűnik valakit, mit tud csinálni, kit hívjál, hogyan cselekedjél, mit kell csinálnod. Vivien, esetleg létezik ilyen tanfolyam, ahol ezt oktatják, hogy hogyan kell ilyen helyzetbe fellépni, vagy csak alapítványok foglalkoznak ilyen dolgokkal, ilyen ismeretterjesztésekkel? Tudtommal oktatják is, illetve hát ugye a speciális mentőegységeknek különböző tanfolyamokat is le kell tenni ahhoz, hogy ők azzal foglalkozhassanak, amivel foglalkoznak. Most itt nyilván nekünk az évek tapasztalatai áll a hátunk mögött, tehát mi azokat tudjuk átadni a diákoknak, valaki megfogadja, valaki nem, igazából ez rájuk van bízva, mi semmit nem erőltetünk rájuk.